First, I want to congratulate our fans to support us in our hard times. And this was a tough game for us. We know that Szolnok is a tough team in some situation. When we start to leading 6 points, we just don't know to be have patience in offense, some mistakes in defense, and they put the game to their side. Now we need to prepare for the Krmen. I hope that we can bring some victory to our club. This is all. Természetesen gratulálok a szolnoki csapatnak, hiszen megérdemelten nyerték a meccset. Megjegyzem, ha mi nyertünk volna, mi is megérdemelten nyertünk volna, mind a kettő csapat beletette apai tanyait. Tehát megint előfordultak ugyanazok a szituációk, ugyanazok a játék kapcsolatok, mint az utóbbi időben, hogy amikor kollektíven játszunk, akkor kosarat dobunk, nyomozza a labdát az ellenfél, amikor elkezdünk egyénieskedni, akkor nyilván nem tudjuk megoldani, azonnal vagy eladjuk a labdát, vagy rossz, ilyen kisajtott helyzetekből, rossz ritmusban, rossz szelekciót vállunk dobást, azonnal átfut az ellenfél, és rögtön kapunk könnyű volt. Ugye ez ma is így történt, igazából volt, mint olyan kétszer, ilyen másfél-két perces rövid zárat, de ugye csak háromszor lehet időt kérni, de nyilván nem lehet annyi időt kérni, az ember megtöri a ritmust. Kétszer kiépített a Szolnok nagyobb előnyt, visszajöttünk, utána mi építettünk ki egy nagyobb előnyt, visszajött a Szolnok, majd a végén a sor mint úgy folytatódott, hogy a Szolnok kiépített az előnyét és megnyerte a mérkőzést. Nyilván nem jó érzés vereséget szenvedni, meg dolgozunk tovább, hogy most már végre nyerjünk. Most úgy látszik, egy ilyen periódusban vagyunk, bízom benne, hogy ez előbb-utóbb megfordul. És szurkolóinak külön köszönöm, hiszen nem vagyunk jó sorozban, mégis tele volt a csarnok, jól szurkoltak rajtuk, igazán nem múlott semmi. A szolnoki szurkolók is szép számmal átjöttek, helyenként kosárda a rangadóhoz méltó volt a hangulat. A színvonal nem volt nagyon magas egyébként, ezt hozzá kell tennem. Mind a két csapat görcsös volt, de ez érthető, hiszen azért egyik csapat sincs olyan túl jó paszba. Dominált a fizikalitás, az akarat, és végül ezekből a brusztos helyzetekből a Szolnok jött ki jobban, és megérdemelte, megnyerte a mérkőzést.